Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, srácok jön is kis Warframe, és meg szeretném nektek köszönni, hogy írtok témákkal kapcsolatban. Ugye bár, mondtam, hogy csak akkor lesz Warframe a csatornámon, hogyha valamiféle jó témával álltok elő, vagy valamivel, ami esetleg rég volt, nem volt, és akkor szívesen csinálok róla a videót, úgyhogy köszönöm az eddigi kéréseket, és ja, MESA a 2020 fog jönni, csak az egy kicsit komplikáltabb az a karakter, nehéz bemutatni a sokoldalúságát, hogy így mondjam, de jönni fog, de addig is, addig is jöjjön a magyar Warframe gémerek által legkedveltebb fegyverek. Szóval, kapaszkodj meg, csináltam egy listát, oké, okay? az összes elsődleges fegyveremről, oké, okay? ami nekem megvan, hát többnyire minden megvan, igazából, majdnem majd minden nagyon trash fegyverek nincsenek meg. Szóval, és ezt a listát elérhetitek ennek a videónak a leírásában. Oké, okay, leírásban ott van a link. Menjetek el, és szavazzatok a kedvenc fegyvereitekre. És mondjuk a legjobb győztes 10 fegyver, győztes 10 fegyverről csinálunk egy modulós Videót, és hogy esetleg egy Synergics videót, hogy esetleg melyik Warfilmek mellé jó használni, és a többi. Szóval a top 10 fegyverről bemutatom azt, hogy én hogyan látom jónak a modolását, és esetleg segítek ugye a kezdőknek, hogy megértsék annak a fegyvernek a működését, és miért úgy modolnám én, ahogy modolnám. Ugye én ritkán, vagyis inkább soha nem, nem igazán szoktam fegyvermodolós videókat ö, csinálni, Um, nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy nem igazán van rá szükség, de időről időre ki lökök én is egy ilyen videót, és az utolsó, ha jól tudom, 2018-ban volt, és még azelőtt, 2017-ben esetleg volt egy olyan, ahol um, a kedvenc fegyvereimet, akkori kedvenc fegyvereket ugye öbbe modoltam. Úgyhogy én most kíváncsi lennék, hogy ti, tehát a közösség mit használ, melyek a kedvencek, és ugye szavazzatok ezekre a fegyverekre, több választós opció lesz, tehát több fegyverre is szavazhattok, hogyha szeretitek azon fegyvereket, és akkor a top 10 uh, ről csinálunk egy modolós uh, videót. Ja, ez az ötletem támadt adunk ennek a projektnek mondjuk úgy egy hetet. Azon kívül a komment szekcióban um, nyugodtan írjátok le, hogy mi az az ötlet, videó, vagy valami, amit szívesen uh, láthatnok, lát, uh, látni szeretnétek, és hogyha még nem csináltunk egyet a közelmúltban, akkor fogunk csinálni arról is egy uh, videót. Azon kívül, hogyha Szeretnétek live-ot látni tőlem, worfémek kapcsolatban, vagy bármilyen játékkal kapcsolatban, hogy is igazából. Uh, nyugodtan írjátok le, és azt is írjátok le, és milyen témákat szeretnétek látni, feldolgozni, és ebben a um, live-ban, hogyha van valami jó ötlete, ötletetek, ritkán live-olok, de néha adódna rá lehetőségem, hogy csináljak egy live-ot, csak nem igazán jön az ötlet, ihlet hogy mi legyen. Warframe-en kívül pedig nem túl sokan néznék azt a live-ot. Igazából annyira Warframe-ra fókuszált az ugye a közösség, szóval hogyha van egy jó live ötletetek, az is lőhet, hogyha van egy jó videó ötletetek, az is jöhet, és szavazzatok a fegyverekre, hogy lássuk, hogy melyik az a tíz fegyver, amit a magyar közösség a legjobban használ. Na, és hogyha Végül megcsináltuk ezt a szavazatot, akkor természetesen lesz majd egy mini fegyveres és, és egy másodlagos uh, fegyveres szavazós dolog is. Ez a videó egyelőre csak ennyi lett volna, emilyen uh, röviden, kíváncsi vagyok a véleményetekre, szavazatokra, ötleteitekre. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!